Csácsó, mi csöltészt a csokoládés traktor kerékönyv a csatornán képen jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd eurós kihívása. Gyerekek, hát csoda dolog történik. A most már azt kell mondanom, hogy növekszik a dolog. Figyeljetek, bele kell pörgetem reggelig az időben, addig biztos, hogy nem nő meg a dolog, de nekem történne egy olyan dolgom, hogy meg tudom permetezni a dolgokat. Nem akarok éjszaka permetezni, nem szeretek éjszaka permetezni, nem akarok szeretek éjszaka játszani. Simán akkor végig tudunk gyorsan futni a permetezésen, és reggel napfényben, úristen, gyomos a föld, meg ne nőjön addig. Figyeljetek, gyorsan, egy nap alatt nem nő meg, ugye? Nem, mondta, hogy nem, jó, reggel korán, reggel hajnali 8 órakor. Úristen, oda néz, milyen gyomos. Te, és még nem is nő a cusz, de már ilyen gyomosok vagyunk, hogyan? Gyorsan, hozzá valami traktort. Kapkod magad, csipked magad, gyorsan gyomjad. Egyébként a... Tudnám azt csinálni, hogy a... Mondjuk, ja, nem jó, csak akkor jó, hogyha egyforma szélességű eszközöket használsz, mondjuk az elejére raksz egy... valami micsodát, meg a hátuljára raksz egy valami micsodát, ami két külön dolgot végez. Oda nézve ott meg már majdnem beérik a repce. Jújjújjújjújjújj. Gyerekek, nyomjuk neki! Ne! Az a sor beérett! Ne! Hogy a francba éred be ilyen gyorsan? Az a sor hogy éred be ilyen gyorsan? Akkor bele kell húznunk, nehogy véletlenül is beérjen. Mert akkor bajok lesznek gyerekek, mert akkor már megint elcseszi a keeper. Ja, de ezért beszéltük, hogy az még megcsinálódik úgy, ugye? Így vagy nem tudom. Jó van. Nyomjuk le gyerekek, nyomjuk le. Csináljuk, repce, megnézzük mennyi pénzt hoz. A fűvet meg össze kéne szedni, már megint a fű is visszanő, hallod? Úristen, gyerekek. Komolyan mondom, annyi minden ma is, ma sorskártya van! Figyeljünk arra, jó gyorsan belevágtam a lecsóba, nem nagyon vezettem fel a mai résznek a tartalmát, úgyhogy bepótoljuk a mai részbe, gyerekek, szarrá fogjuk keresni magunkat, valószínűleg vásárolunk egy újabb földet, oda nézz azon meg mi van, kukorica éppen nő, növekedik, de ugyanaz még változhat, gyerekek, mindenképpen úgy kell megvenni a földet, hogy éppen a gazda, a kukorica vagy a dolog, bármi éppen rajt legyen, mert akkor szarrá keresünk magunkat kétszeresen. Na gyorsan, fordítsad. Visszatolatás. Nyomjad neki. A húsrácok, gyomirtózunk szépen, kíváncsi vagyok a repce mennyit fog hozni. Jöjjenek a tippek, hogy mit gondoltok arról, hogy a repcével többet fogunk keresni, vagy a kukoricával. A kukoricával ugye kerestünk, egész pontosan megmondom nektek mindjárt. 40 ezer eurót. Kíváncsi vagyok, mit mondtok, hogy ezzel többet fogunk-e keresni, vagy kevesebbet. Egyébként jobb akkor permetezni, amikor még nincs ilyen nagy bozót, mert tök látni, hogy meddig permetezte, így meg nem. Úgyhogy így meg így kb. Célozgathatod, hogy kb. Milyen széles az eszközöd, és akkor úgy kell. Úgyhogy a másik földön már jobban fogjuk látni, de azért így is elboldogulunk vele. Az a lényeg legyen lepermetezve, ugye kétszer volt trágyázva, úgyhogy ennél jobb hozamot nem tudunk biztosítani az egy darab földön. Az egyébként nem cukornád, nem kukorica, mondom, mi a cukornád, vagy mi az ott azon a földön, hát ne zörítsed meg magad. Na itt elvileg majd van látni, hogy meddig van permetezve, mert jobban látni, hogy elpusztulnak, hogy egy gyomok. Ilyen befordítja a képer, nem tökörészik. Itt kell visszamenni kávé, ugye? Oké. Okay. Ja, látod ugye, hogy szó szerint így elszáradnak a gyomok. Csak hogyha már ilyen marha nagy az a növényzet, akkor nem nagyon látod benne a gyomokat. De így meg jobban látod? Itt bal oldalt. Ilyen tipikus jobb oldalt, előtte bal oldalt utána. Nem tudod, ilyen száradnak, és ezek a virágok, amik van a virágzat, ilyen fehér, rózsaszín, meg ilyesmi, az eltűnik. Bár azért a jobb oldaliba is látni nagyjából. Oké, gyerekek, nagyon jók vagyunk. Érzem a pénz illatát már. Nem is a permet szerint, hanem a pénz illatát érzem, gyerekek. Amikor már ilyen finishbe, úristen, figyeljétek mekkora gyom van. Így még jobban látni. De ugye mögöttünk, látod, már ilyen elszáradt verziója van. Szuper, gyerekek. Szuper, mondjuk ilyenkor leállít talán nem fogyna, bár azt hiszem, hogy a nem te területeden permetezol, akkor nem is fogy. Mint ilyen okos megoldásokkal van fölvértezve.
Szépen a széléhez kéne igazítani, hogy ne kétszer menjünk el rajt. Nem kb. Itt, ugye? Így valahogy. Hát igen, inkább lógjunk át oda, hogy nehogy elhagyjunk egy sort, mert akkor ott ugye rosszabb lesz a hozam. Amint megvettük ezt a mellettünk levő földet, mindenképpen ezeket a fákat ki fogom vágni, meg itt, itt talra vágunk mindent, aztán össze fogjuk szántani a kettőt, ugye, erről beszéltem, ott maradt egy kettő, jó. Húzzunk egy kicsit balra. Ott maradt egy-két virág. Mert nem egyenesen mentem, azért. Nem baj, srácok, annyi baj legyen. Jöppet is össze kéne kapni. Sorskártyanap van, úristen! Nagyon, nagyon izgulok. Kicsit egyébként az utolsó videók így elhúzódtak, ilyen 1 óra 10 percesek lettek. Remélem, hogyha ilyen 10 perces intervallummal esetleg hosszabb, nem is rövidebb, de hosszabb, akkor azért még annyira nem gond, de hogy gondoljatok, akkor tök figyelek rá. Csak ugye például, hogy pont egy ilyen nagyon munka végén vagyunk, akkor ne az legyen, hogy átlógjon a másikba. Például ezelőtt ugye a vetéssel, akkor kapásba kezdhetjük ugye most már a egész más melókkal. Szerintem ez egy jobb megoldás. Hogyne. Visszafordulunk. Aztán a közepét lehúzzuk, átmegyünk a felső szélre, meg is vagyunk. Egyébként a permetező helikoptert lehet, hogy élném. Azzal ilyen nagyon gyorsan végig tudnánk durrantani, ugye. Hát körülbelül ennek az idő intervallumnak a negyede alatt ugye meg lenne, ami én úgy gondolom, hogy az lehet, hogy kifizetődő lenne. Oké, megfordulunk. Tudom, hogy itt még van. Ebben lehet, hogy el akar, úgyhogy egy kicsit így kerülünk. Már bekapcsoljuk, mert itt volt ilyen növényzet. Amikor megyünk át a felső szélre, azt a középsőt is leúszunk, hogy ez tényleg ez perfekt legyen ez a föld. És ez a föld, akkor ezek szerint ez tök perfekt lesz. És így meg tudjuk állapítani, hogy repcéből full perfect ekkora földön mennyi hozamot tudunk, mennyi pénzt tudunk csinálni. Egyébként tök élem ezt a metódust, hogy ugye azt csináljuk újabban, hogy a délutáni részeket azt a Keeper izébe rakja ki a Premierbe, tehát olyan, mint a live lenne, és együtt tudjuk nézni, és ez tök jó. Ezt tök élem, és akkor a chaten ott tudok lenni, tudok beszélgetni veletek, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Igaz, addig nem tudok videózni. De nem baj, egy kis kikapcsolódás. Igaz, saját magát nézni az embernek, de igazából nem is saját magam nézem, hanem a reakciókat. És hogy röhögtök, meg hogy mondjátok, hogy mit csinálok rosszul, jól. Tényleg az, hogy ott egy darab fa. Ezt lehet, hogy le kellett volna egybehúznom. Csak tényleg inkább lapoljuk át, mint hogy elmaradja, mert akkor tudunk normálisan következtetni, hogy mennyi pénzt tudunk keresni repcével, hogyha hibátlanul csináljuk, ugye? Tökéletesre csináljuk a földet. Oké, gyerekek, mindjárt időpörgetés lesz el. Itt még van egy kicsi, középen. Ezt itt hagyott a Keeper egy kicsit meg ott középen, és akkor elvileg meg is van tökéletesre. Sehol nem gyomos, mindenhol kétszer trágyázott, ez a repceföld, ez meg összetudjuk, a kukoricával tök jó összetudjuk hasonlítani, mert ugye a kukorica volt 40 ezer. Nagyon kíváncsi vagyok, ebben a részben mindenképp meg kell csinálni. Figyelj, szerintem, hogyha megvan gyerekek a permetezés, akkor lehet, hogy azt fogja csinálni a Keeper, hogy sorskártyát húz, egy darab sorskártyát, két darab sorskártyát húz, félek rettenetesen. A többi le van szarva. Egy. Elbuksz egy földet. Hogyha ezt elbukom, tökön szúrom magamat. Ha a másik sorskártya egyébként, ott is vannak még benne növények, azt még lehet, hogy lehúzza a Keeper. Itt középen itt láttam. A másik sorskártya az, hogy el... Opa, ott is van. A másik sorskártya az az, hogy elfonnyadt a vetésed. A maga legmagasabb számú földön, és az viszont az a 11-es, tehát ez, úgyhogy annak se nagyon örülnék, hogyha ez így menne, ezt így be kéne szántanom, vagy be kéne kultiválnom. Azzal se tud lennék nagyon boldog. Ott van egy-két növény, látod, ott pirosodik. Törünk jobbra, nem tudom, elég megyek át itt még egyszer, inkább legyen az, hogy végig megyek itt még egyszer, mint hogy ne legyen lepermetező mindenhol.
Azt nézem, hogy nincs sehol. Nincs, ugye? Nincs. Jó, akkor gyerekek, össze is csukom. Megállítjuk, összecsukom, azt megyünk haza. Ránézzük a térképre azért, aztán beírítjuk, meg nyúzunk egy sorskártyát is, akkor hadd menjen ma. Na, srácok. Ezt valahol le kéne raknom. Csak ma tényleg annyira nincs hely. De beférünk, na? Mögé kellene. Hogy. Ugye ki, be tudtuk rakni, ki is tudjuk venni. Na srácok, sorskártya. Sorskártya húzásra felkészülni. Oh, nehogy elbukjuk ezt a területet, akkor tényleg tökön szurom magam. Na gyerekek. Oké, igen. Csinálok egy ilyen megkeverést, nehogy azt mondjátok, hogy nem keverem meg. De egyébként minden sorskártya húzás után, ha megfigyelitek, amikor kiadja az eredményt, akkor utána összekevered. Jó, csapjuk neki. Ojoj! Úgy gyerekek, kártyán próbálsz földet nyerni. Kocsmába vagyunk. Dobj újra, ha szám páros, akkor nyersz a legolcsóbbat, a legolcsóbb földet megnyerjük. Ha páratlan, akkor buksz 25 ezer eurót. Azt a betyárul isteniteket, a gyerekek. Azt a betyárul isteniteket. Hogy volt? Ha páros, várjátok, megnézem. Ha páros, akkor nyersz. Ha páratlan, akkor 25 ezer mínusz. Na! Páros legyen! Jó. Ugye az volt, jól emlékeztem, hogy a párosnál nyertünk is akkor, ugye? Bárnyán próbálsz földet, nagyon jó, a páros, akkor nyersz. Legolcsóbb földet megkaptuk, gyerekek. Ennél jobb nem is lehet. Legolcsóbb föld, úgyhogy nem fogunk elmenni bucsúba vele. 18.900-on az a lényeg. Ez viszont jó, mert hogyha el is mentem a játékot, ez viszont nem rossz dolog, annyit csinálunk, hogy akkor a legolcsóbb földet, ugye? Hát a legolcsóbb föld az valószínűleg itt van fenn sajnos, ez ugye nagyon pici föld, ami, várjál, nézzük meg, melyik a legolcsóbb, 10.450, annál szerintem olcsóbb nem létezik, várjál, 13.000, 10.000-nél olcsóbb föld, abszolút nincs, ez mekkora, 23.000, 24.000, azt nézem, nincs a véletlenül, 34.000, 35.000. Nagyon érdekes dolgok vannak így az árakkal kapcsolatban. 14.000, 17.000, 22.000, 18.000. Igen, ez lesz a legolcsóbb föld, gyerekek, ma most látom. Az 66.000, úristen. Igen, srácok, ő a 26-os a legolcsóbb föld. 10.454-et be kell adolnom majd. 10.454-et beadolom. 10.454, ugye? Mennyi volt? Oké, és akkor ugye ugyanad vagyunk. Jó, megkaptuk a legolcsóbb földet. Ez amúgy nem olyan rossz. Lassan pörgetik az időben, azt mindjárt körülnézünk. Megnézem én azt a földet magamnak, mert hát miért ne? Hú, ugye vesztettünk volna 25 ezer eurót, simán mínuszba csapjuk akkor a lóvét, szóval nagyon nem kell ezen aggódni, hogy a keeper bármi olyan, hogyha vesztünk, hello Mari, aj, még mindig olyan jó segged van. Te nem öregszél semmit, komolyabb oldal. Hát aztán magam egy tipegő. Ez tipikus olyan nő volt, aki még azt is szalvétálva fogja meg itt, az a kis kosztümös. Aztán ki tudja, gyerekek, azt ki tudja. Na, 26-os föld, mi van ezen? Búza növekszik, gyerekek. Hát amúgy... Jó, figyelj, most igazából a tyúknak jó lenne, le tudnám maradni ezt. Az a baj, hogy nincs megtrágyázva, gyom 100%, hát ez egy nagyon kevés. Ja, nem ez az.
De, ez az a föld. Megmondom őszintén, ide ezért lehetne valamit fákat, vagy valamit ültetni, van ilyen ültetőszetünk, és akkor később esetleg lehetne fát szedni. Na, az lenne jó, gyerekek. Ezt lehet, hogy azt kellene, hogy ezt föl kéne kultiznom. Figyeljetek, akkor már hasznosítsuk, nem? Ennek a végében semmi fa nincs, meg semmi nincs. Jó, azt kellene. Fát ültetni ide, vagy valamit, gyerekek, vagy nem tudom, méhészetet, akármi, valamit ki kell találni. De viszont, nekünk dolgunk van amit. Felállok ide, azt pörgetek egy kis időt, nem tudom mennyi időig kellene. Próbáljunk egy délutánig, jó? Addig csak beérik, nem? Vagy mit tudom én. Próbáljunk egy délután 3-ig, megpróbáljuk, aztán hát hogyha... egyébként el is adhatnám azt a földet, de biztos megorolnátok rá, rám. Ezt azért lehet, hogy nem adjuk el. Na, oké, kezd alakulni. A kukorica mellettünk lévő pont be van érve. És lehet, hogy mindjárt megnézem, hogy le van-e van-e trágyázva, meg mennyire gyomos. Megtrágyázva 0%, de viszont nem is gyomos. Gyerekek, ha meg tudnám venni a mellettem lévő földet, akkor viszont baromi sokat tudnák keresni. Ez viszont nézd oda, nem is gyomos. Meg a trágyázás a 100%, látod el? Nagyon jó, nagyon jó. Pörgetem ennyien az időt, mindjárt ránézünk, hogy mi a szituáció. Igen, még nem teljesen éred be, de figyeljetek, szerintem azt kellene csinálni, hogy el kellene indítani a zaratást. Nem én, ne? Igazából van már olyan része, ahol be van érve. Figyeljetek. Indulunk. Remélem, hogy tud. Meg se nézem, bazza. Mi történt? Ja, a cső rá volt csukorva, nem én szar. Na gyerekek, nyertünk egy földet, egy mákos tészta van megint. Mákos tészta. Figyeljétek, ezt a szélét le is húzhatom, nem? Le is húzhatom ezt a szélét, meg arra fölfele már lehet aratni szépen. Jó, viszi ez, mint viszi ez, gyerekek, viszi. Adjál neki, dolgozzál, Sanyi, valami géppel. Várjátok, a krisztált el kéne vinni egyébként megtankolni, vagy valamit kéne vele csinálni, mert nem fogja bírni. A krisztált elviszont megtankolom addig, amíg szedi. Ja, az lenne jó, a mellettünk lévő földet meg tudnám venni a kukoricával, úgyhogy ma erre megpróbálunk ráizgulni. Gyors tankolás. Ez olyan lassan megy egyébként, tényleg. Van, a tank aljáról szívja már az üzemanyagot, érzék ma. Nézzük már meg. Ez olyan lassú egyébként. Kezdem kinőni ezeket a lassú gépeket. Borzalom. Mondjuk azt a másik földet is lehetnék, bár én nekem erre fáj fogom, mert igazán ez lenne a legjobb. De itt vannak ám olyan földek, amiket simán meg tudnánk már venni. Még a mostani pénzemből is, nem csak hogy a... Hol van az üzemanyag töltőállomás? Hopp, mögöttem, bazzik. Jaj, bocs, rámentem a répára, ne haragudjál rá. Mennyi full tank üzemanyag az mennyibe kerül? 18.900-ong van. Nem sok. Jó, hát ez izé, bazzik, 150 vagy mennyi volt, ja. Ne mondjad nekek, minden oké. Okay. Ez bőven belefér. Menjünk el itt van egy főres út, valami telekeknek nem tudok-e menni. Használjuk már ezeket a főres utakat. Földszélibe mehetek? Abba mehetek, ugye? Nem szántásan megyek, ígérem. Ez mondjuk ez egy tök élethű. Ez élethű. Földszélibe menni, élethű. Jó, aztán az a jó egyébként, ugye repcében nem kell olyan sokat hordani, szóval nem lesz nagy gond vele. Itt meg van az élet. Hát, gyerekek. Bírja ez? Nem gép, hanem bírja, mi? Szasza szokta mondani, szaszakomám. Hú, de jó retkesek a gépek. Na, hogy áll a kombájn? Oké. Meg lassan szerintem, várjál már. Talán beérik az egész. Nagyon nem akarok pörgetni, mellette lévő kukoricát nagyon szívesen lecsapnám. Ha meg tudjuk venni. Hú, de jó lenne. Megint gépet fogok eladni, hogy megvegyem, akkor megőrültök.
De viszont tényleg tök jó, jót keresnék rajta. Rajta kukorica be van érve, gyerekek, nem szabad itt tenni, de vacilálni. Oké, okay, ez is megvan. Igen, egyébként el van romlava. Ezt úgy vágjuk. Ugye beállok, és az MTZ-t fogom vinni. Ugye az is 105 lovas, meg jóval gyorsabb, úgyhogy... Úgyhogy ma... Haladás szempont... Haladás MGTS MTZ-ig van. Viszont meg kéne nézni a repcár folyamat. Ez sem lenne rossz. Ne. Ne. Csökken a repce ára. És még pörgetnem kell. Soha nincs szerencsénk, komolyan. Egy silót minél hamarabb kell venni, hogy ezek tudjunk izélni, trükközni. Mert különben nem tudok trükközni vele, nem tudom betárolni. Ha csak nem a pótkocsim, vagy leöntsem a földre, akkor azt nem akarom. Kéne venni egy kakast ennek, aztán akkor idejene. Várjál, veszek egy kakast. Megnézzük el, kíváncsi vagyok tényleg a tyúkoknál, hogy van ez a... Ezt akartam megnézni. Ugye, hogy tojás, következő állatig hátra van 170 óra múlva, ugye? Szaporítás ráta 240. Akkor most figyelj, én veszek ide egy kokast. Akkor ez változik? Jó, van egy kakasom. És akkor most megnézzük a szaporítás rátát. Ugyanúgy 240 óra, bazzik. Érted? Ezt nem értem. Hogy minek a kakas ebbe a játékba? Nem módosította a szaporítási rátáját. Jó, hát akkor pörgetnünk kell mindenképpen, sajnos. Ha meg pörgetünk is, de még mindig nem éred be a másik fele. A kukorica de jó lenne, hogyha miénk lenne, gyerekek. De jó lenne a kukorica. Tipikus, hallod? Tipikus, hogy nem fog összejönni a kukorica. Ne hallod, figyeld a repce. Hallod, mindenhol megy lefele. Mindenhol megy lefele. Érted, két helyen... Nem is mondok semmit, komolyan mondom. Nem is én lennék, hogyha nem egyből elkezdem zúrni az ára. Várjátok, gyerekek, közben csináljunk már valamit. Mennyi van ez? 76%, jó, akkor megfordul lassan, akkor mindenképp üríteni kell. Figyeljetek meg a kukoricát, mindjárt le fogják aratni, mielőtt én el tudnám adni a repcémet. De vagy egyébként lehetne számolni megint, ez körülbelül most minimum az egy harmada, ugye? Nem, az kb. Egy harmada. Ez kb. Az egyharmada. Az ér 5000-szer, mennyi a pénz van, annyi? 5000-szer 2000, tehát 10000. Tehát az bazza, ez egy ilyen 30000-et fog érni az a föl. A repce akkor nem lesz jó, gyerekek. Ha csak nem, még följebb meg kell várni, hogy menjen. Jó, meg megtelt a magtára, mindjárt az MTZ-vel ide várunk, nincsen semmi baj. Meg közben össze kellene hamsterre szedni azt a fűjét, mert hát, hogyha abban is tudnék pénzt csinálni, esetleg. Gyerekek! Nem egyszerű az élet. Szóval mindenképp pörgetek az időbe, ezt meg fogjuk látni. Mondjuk ott a végében van, még ez nincs egy harmada. Ja, hát ez is egy kb. 40000-re fog kijönni. Megmondom őszintén, lehet, hogy az van, hogy kb. Minden egyi földnél ugyanannyi az annyi. Vagy minden egyi árunál. Mennyivel megy ez a gépecske? Na jó, Fagati! Be kell állítani, 10-zel megy a kombány. Mi meg már csak 9-e. Már nem bírja. Ja, nem nagyon akar beérni az a többi része, az érdekes mondjuk.
Lehet, hogy a másik pótkocsit is ki fogom húzni. A kukorékol a kakas, ezt hallom ezerre, úgyhogy nyomja neki. Most nem arra jó. Gyerekek, 40 ezer meg 18 ezer, az csak 60 ezer, szóval a földet nem kell megvenni a szomszédosat akkor, hogyha így állunk. Kihozzuk a másik pótot is, hogy minden szuper flottan me flottul menjen. Sajnos, meg kell nézni, megnézem a nézőiket, várjátok, nem meg, miért csökken, hallod, miért csökken? Ekkora szívás még egyáltalán nem láttam. Nézzük a földek mennyibe kerülnek, a mellettem lévő, hát fárom ezért, látod ez a baj? Hú, a következő az meg majd 200 ezer, úgyhogy ezt a kettőt fogjuk birtokolni. Hát másikat vehetnék, de igazából ennek meg sok értelme nincs, érted? Itt jó lenne a környéken. Mondjuk a 31-es, az 51 ezer, de hát az milyen? Megnézzem, hogy milyen a 31-es föld? Hát nem, igazából a mellettünkre jövőt kéne, nem? Semmi értelme, most megveszem ezt a 31-es, hogy mi ez? Mondjuk ez elég nagy, de itt van a... nem tetszik, gyerekek. Mellettünk lejövőre kell gyűjteni. Hát igazából 10 000-en fog múlni körülbelül, én a satszol, annyit satszolok. És mindig nem éred be, pedig a kukorica. Belenézek a kombányba. Ja. Nem nagy biznisz lesz, itt érzem. És még mindig nem érik be, és ezt nem értem. Tudom, hogy később lett vedve, de nem ennyivel. A kukoricánk, elbuktuk a kukoricánkat, az már biztos, hogy nem lesz a miénk. Jó, hát akkor, na végre, most akkor álljál meg. Most akkor ide, megállítottuk az időt. Mindenhol beérett, ott a legvégén is? Egy persze nem. Nem baj, srácok. Ezt meg kellene tölteni, ne vagyunk a végére, elvisszük. Hordjuk a szemet a naplementébe ezerre. Ott van 100%, megfordul, elér eddig KB-t, megfordulok. Másik pótkocsi addig itt lesz. Annyiba jó ez egyébként, hogy ugye nem kell olyan sokat fordulni. Szerintem a kukorica jobb. Egyébként hozzam szempontjából, már pénz szempontjából. Még megfordulunk. Sajnálom azt a kukoricát a mellettünk lövő földön iszonyatra. De nagyon, de komolyan nagyon sajnálom. De érted? Ja, hát ilyen, mindenki pörgetnem kell az időt, mert nézd meg a pénzt. Jó, mindegy, akkor pörgessünk ki, gyerekek. 120-on aztán nézzük az árak alakulását, mert hogyha fölmenne egy 2300 körülre, akkor lehet, hogy már ugye meg tudnánk venni a területet, csak közben ugye a pörgetek, ez egy ilyen 22-es csapdája, akkor le fog menni a... le fog érni a kukorica a másikon, le fogják adatni. Jó, hadd pörögjön, azt látom, megindul fölfele. Jó van, gyerekek, oké, félreállunk. Nézzük rá az árakra. Jézus Isten, 1600-ig lement, hallod? Megőrülsz, megőrülsz. Nézd meg, ez zuhan lefele, 1500. És megáll 1500-on. Jaj, nem hiszed el. Nem hiszed el, hallod, komolyan mondom, nem is én lennék. Még a kukorica ott van. És bestagnált 1700, tök jó, komolyan mondom, kösz. Kösz játék, kösz. Hallod, ennél nagyobb szivatás nem lehet. Na, most indult meg fölfele. De mindenképp kell várnom, és ott a kukorica meg ott rólt. Mindegy, mindegy.
A kukoricát elengedtük. Esetleg akkor veszük meg azt a földet, amikor már... Jó, megy fölfele. Megy fölfele, azt viszont figyeljük, és akkor másra ne is figyeljünk nagyon. 2100, amikor bestagnál, 2150, úgy látom. Jó, reggelig viszont várni kéne. Ne, esik. Ne! Nem mondod! Nem mondod! Nem mondod, komolyan mondod. És megered az eső akkor, hallod? ...2150. Hát, nem a legjobb, mit mondjak. Na, hova kell vinnünk? Megnézzük, hova kell vinnünk, azt vigyük, mert megőrülök. Dabonamalom. Legalább azt tudjuk, hova van. És a másik helyen már megint elkezdett zuhanni az ára, úgyhogy ez följebb valószínűleg nem fog már menni. Ugye ez a kanyar, ez egy olyan... ...olyan 20 000-et fog érni. Mondjuk 20 ezer az nem rossz, nem tudom mennyi van vissza. Hát több mint a fele lement már, úgyhogy összesen megint egy olyan 40 ezeret fogunk kapni. Nem lesz meg a földre való, várjál, és le is van, és le is van aradva, nézd meg. Erről beszéltem, a kukoricát elbuktuk. Figyeljetek, akkor viszont azt kellene csinálni, hogy akkor összekapni annyi pénzt, hogy legyen meg, és kivárni. Addig, amíg megint, gyerekek, még a fele megvan bazánnek. Figyeled? Valahogy úgy láttam, hogy... még van ezen bőven. Jó, a gyerekek, akkor azt kell csinálni, hogy kivárunk. Kivárunk addig, amíg... Na, a kerék közé veszem azt a hupolagot. Hát, így se jobb. Kivárok, gyerekek, kivárok addig, amíg megint el nem lesz vedve, meg nem lesz megcsinálva, és aratás előtt kell megvenni a földet. Az lesz a... Tuti jó, egyébként szoktátok írni, meg lehet, ma írtátok, hogy lehet vele trükközni, hogy megbeszed a földet aratás előtt, learatod, utána eladod ugyanannyiért, és akkor itt trükközhetsz, hogy folyamatosan veheted a különböző földeket, amin van cucc. Na, ezt nem akarom csinálni, ez szerintem egy inkább ilyen cheat értéke van. Ez a leggyorsabb traktorunk, azért jövünk ám egyébként ezzel. Jó, most látszik. Jó, hát ez egy olyan 20 ezeret fog érni így. Még egy arab biztos, hogy lesz ennyi. Ez 40 ezer. Hát lehet kb. Meg is szedünk annyi pénzt. Jó van, srácok, jó van. Jó van, nem olyan rossz ez. Nincs semmi gond. Nincs semmi gond, hogy a mai részben nem vettük meg azt a földet. Állítok, nem nézzünk rá, hogy nem emelkedik valahogy, de mondjuk most beállítottam az időt, valószínű, hogy csökkenne onnan már. De mondjuk amilyen szerencsém van, valószínű, hogy lehet, hogy elkezd növekedni. Amikor, amikor eladom abban a pillanatban, ahogy ismerem magam. Na ez akkor egy olyan 20 ezer, ugye? Jó számolt a keeper? Nagyjából jó szakadt. 20 100, tökéletes. Még egy ennyi biztos, hogy lesz, úgyhogy azzal föl fogunk menni egy 58 ezerig. Úgyhogy akkor össze kellene 15 ezeret kuppintanunk majd, és akkor 15 ezer megvan. Akkor már nekünk jó. Egyébként van egy ötletem, hogy hogy lehetne még 15 ezeret összeszedni. Vigyétek el, Keepernek van ötlete. Van egy nagyon jó ötletem. Sőt, ebben a részben lehet meg is tudnám valósítani. Ugye kéne egy sterimó is, mert tényleg bazza már nem látok ki a gépből. Amikor nem állna a sár az udvarba, akkor lehet, hogy jobb lenne. Jó, gyerekek. Inkább ezzel akarom hordani tovább, hogyha még bírja a gép. Akkor ezzel fogjuk. Mármint bírja a kombány, még fér bele. Ebben azért sok fér. Mozog még az a kombány? Mozog, most fordul, jó. Cudar világ van, gyerekek.
Jó, hát akkor kell, mindenki, ráérek, mert mindenképp akkor akarok földet venni. Igazából, amikor beérik. Szóval nincs is semmi baj. Oké, megint elmegyünk felé kb. Először mondjuk megnézem, hogy mennyi az annyi. Egyébként ilyenkor már nekiállhatnék kultiválni, hogyha normálisan lenne aratba, ugye? Csak nincsen normálisan aratba. Oké, várjál ma. 72 fordul utána tudjuk leüríteni. Az azt jelenti, hogy 5000, 6000 körül lesz. Bőven megvan, gyerekek. 40 ezer bőven megvan erről a földről, és így is. A repce is ad 40 ezeret. Jó, gyerekek, szerintem kiviszem a kultivátoromat. Ez úgyis egy óra, még elindul. Ez beteg nagy ez a gép. Lehet, hogy nem férek itt ki. Haver, álljál már odébb a szaros krisztálod, de már nem férünk ki ilyet. Nem látsz? Valami mozduljál. Itt már jó lesz. Bazza, mekkora hangja van ennek a T-105 fentjának? Azt a betyá! Zúg az egy kilométerről. Teszi álmaságét a tészta... Jújjú! Nyugi, nyugi! Hogy áll le, te édes Isten? Ajaj! Kéne menni a kombájhoz, mert bajok lesznek. Gyerekek, van a aratáskor, azért van munka bőven, nem? Jó, még ezt a sarkot learatom, meg még ott is van bőven. Hú, hát lehet, hogy több mint 40 ezer lesz, lehet meg is lenne a pénz, onnan megjön az első, nézzétek milyen felelős idő van arra. De ilyen tök illetőre, ez a tipikus, ez a feketi fölhő. Jön a feketi fölhő, remélem nem lesz jég. Season módot egyébként, az a durva, hogy nem is, azon gondolkoztam, hogy javasolt-e valaki most, de nem, abszolút nem is javasoltátok. Season mód ezt az 1 milliárd eurót is kihívást, ezt nagyon megnehezítené. Úgyhogy azért azt el is engedte a keeper elég hamar. Mert gondolkoztam rá, figyeljetek, pont megteltünk, ez nagyon mázli. De ezt kiszámítottuk, ne? Tökéletes gyerekek. A remorka. A remorka az nem azt jelenti egyébként pótkocsi, mert remorkának szokta nevezni gangster. Hey. És te igen, meg is vagyunk. Le, 6000, fél bele, simán belefér. Simán szerintem még lesz 6000 ebben a földön, úgyhogy két pótkocsit kell lehet húzni. Nem akarok elvinni egyet most már. Viszont a T-150K, nézzük meg itt a végét. Jena. Nekiállhatnék egyébként simán. Nem? Jó, hogy dolgozzunk. Addig. Egy óra, míg elindul ez a gép, gyereke. Az az egy hátránya van. Viszont ahogy dölöngél a földön, há. Kíváncsi vagyok, egy rábas tejger, az hogy fog itt majd működni. Hát ez a kettő föld meg lesz, ugye a mellette lévő. Jó, mert most van egy feláldozható földünk, hogyha nagy baj van. A mellettünk lévő föld még meg lesz. Én közös idő vagy, gyerekek, vagy milyen ez? Esőre áll, nem? Akkor azt fogja csinálni a Keeper. A gépeket fogunk venni. Mert a következő föld az majd több százezerbe kerül. Meg más irányoltságunk lesz. Lehet, hogy a tenyésztésre fogunk bele fogni. Gyerekek, olyan esőre áll az idő. Nagyon.
Nem akarok egy... egy Grom... repcét se elbukni, úgyhogy azért... Ezt azt csináljuk, hogy visszafordulunk inkább. Tényleg nem akarok elbukni semennyi repcét. Majd learatjuk inkább azt is. Szuper, csuper, nagyon örülök neki, hogy ez így elég jól működik. Rengeteg pénzt tudunk szerezni. Úgy látom, hogy kb. A repce és a kukorica ugyanaz. Még meg kell próbálnunk mást is. Gondolkozok például egy ilyen búzán vagy árpán, ugye a szalmával együtt lehet, hogy ott már többet tudnánk keresni. Lehet, hogy azt kellene, hogy összehamsztereze a időt, szalmát, és akkor eladnánk. Egy nagy hamsterre. Megvennénk a nagy hamstert, a nagy ruszkit, amelyik nem is tudom hány ezer literes, az simán ugye fölkapná talán az egész földről is, és meg tudnánk nézni, hogy a hamsterrel, a szalmával együtt a búza az jobban megérne. Úgyhogy legközelebb megpróbálunk egy búzát, és a szalmát is értékesítjük, hogy lehet, hogy az úgy nekünk jobb lenne. Na, mit gondoltok? Mert ugye akkor van egy plusz dolog, amit el tudunk adni. A következő az búza lesz ezen a földön. És hogy ez így. A kukorékol a kokos megállás nélkül, gyerekek, nagyon durva. Irányba kell állítani. Ön csavarja magát a gép keresztbe hosszába, ugye? Na, jön a kombájna. Jó, maradt rendesen. Jó, hát nekünk is ki kell vennünk a részünket a munkából. Figyeljetek, nagyon jó lesz, mert igazából még egyszer elvetjük ezt. Lesz ugye, mondjuk a búzát, eladjuk a szalmát, befektetünk egy nagy hamsterre, ma még szalmás hamster lesz. Nem tudom, a szalmát hol lehet eladni és mennyiért, de mindjárt megnézzük. És akkor ugye bőven lesz annyi pénzünk, hogy megvegyük a mellettünk lévő területet. Meg akkor azért marad is pénzük, mert szerintem akkor már bőven 100 000 fölé föl fogunk menni, simán. És ugye 72-t megveszünk, lesz egy 30 000-ünk, és akkor elkezdünk gondolkodni a gépeken, a gépvásárlásokon. Egész jól megy a gazdaság, most már kicsit úgy érzem, hogy ilyen, hogy mondjam, kicsit olyan, nem az, hogy modernizálunk, modernizálódunk, hanem inkább nem modernebb lett, hanem hatékonyabb. Meg rá kell néznem a... várjál! Meg kell néznem itt a kombájnra, mert itt az meg már lassan vége, ez lehet, hogy át is veszem tőle, bocs haver. Már veszem. Ezt megcsinálom én bele, mert itt látom már keveredik bele a dolgokba. Gyerekek, 6000 még bőven le fog jönni, nézz oda. Mert ott van még a másik oldal, meg még itt is van egy kevés. És szerintem a 6000-et el fogjuk érni, meg ugye ott is egy szöglet. Gyerekek, repc többet fog hozni, én úgy érzem. Bár ugye a kukorica csak egyszer volt trágyázva, úgyhogy ezt nem felállítsuk el. Lehet, hogy a munkás jobban megcsinálta volna, mint én most is belekeveredtem a dolgokba. Lehet, hogy ezt lehúzom itt oldalt, hogy legyen ez is eltüntetve. Tudjátok, mi lenne jó? A kombájn után bekötnél. Várjál, a kombájnra tudnék azt a hamstert verni, ugye? Csak az a baj azzal, meg az lenne a gond. Lehet, hogy sokat mondjátok is, de azzal az lenne a gond az a kombájn utáni hamsterrel. De várjál, a kombájn nem bír el egy rendes hamstert, nem, mert ahhoz kell ugye 3 pontos. Vagy nem 3 pontos, hanem TLT. És azon gondolkodok, hogy a kombájn után ugye felszerelnénk azt a tartáját, ami gyűjti a szalmát. Csak az a gond, azt leöntöm valahova, akkor azt megint fel kell lapátolnom, úgyhogy érdemesebb egy külön traktor, egy hamster a kombáj után. Vágod? Mert akkor az egyben mehet eladásra.
Kombajna meg nehogy már menjek eladni érted a dolgokat, mert akkor megvadulok. Nem, azt itt lecsapom. Jó, tényleg, bazza, mennyire visszaadja ezt az esőre álló időt, arra nézel. Ja, jön az ápor, nem? Jön az ápor idő. Szinte érzed az ezt az esőszagot, hogy már valahol esik, aztán már jön az a furcsa az esőszag. De azt az esőszag, az nem is tudom mire hasonlít, de az ilyen összehasonlíthatatlan. Azt le tudták reálni? Van olyan, mit tudom én, légfrissítő, hogy esőszagú? Azt tök megszagolnám. Mondjuk jó, ilyen posatszag különben, nem? Vagy a porta, hogy felveri, vagy nem tudom mitől van az esőszag, de tényleg ilyen... Mondjuk úgy elő lehet idézni, gondolom, hogy locsolsz. Nem szoktam locsolni. Gyerekek, ez jó pénz lesz, érzem, ez jó pénz lesz. Meg majd figyelni kell az árakat, hogy ezek hogy alakulnak. Valami statisztika nem írja, hogy mennyi a maximum ára mondjuk a repcének, mennyi volt? Nincs valami olyan... nem tudod megnézni? Meg hát ugye lenne sílónk, akkor ugye tudnánk tárolni, aztán folyamatosan figyelnénk, és úgy most nagyon jó árban van. Akkor adod el, nem kellene itt izélni, olcsón eladni. Mert hát most az a baj, nem hol tároljam, pótkocsi, vagy leburítsam a földre, vagy mi? Egyébként, várjál, raktam be ilyen silomódokat, meg kellene nézni. Mert van olyan, ami ilyen, ilyen nagyon retro. Azon arra mindjárt ránézek, átrakom ezt a kombányt oda, és akkor mindjárt ránézek, hogy milyen silók vannak. Silót is érdemes lenne venni, tényleg. Akkor tényleg tudnánk tárolni normálisan a dolgokat, és akkor tudnánk azzal üzletelni. Mennyi idő? Még van egy kis időnk, tök jó. Megint produktívok voltunk ebbe a részbe. Tudom, a fű ott rohadt rajta egyébként, azt is össze kellene szedni. Azt majd valószínű akkor, amikor olyan szituációban vagyunk, mint múltkor. Az a fű az egy ilyen mellékes. Ez a két földet, ezt összeülejön ezeket kicsapkodni innen. Nagyon jó. Dologra paraszt. Én meg megnézem. Mit akartok megnézni? A sílókat, ugye? Pillanat, várjál, itt azt nem akartam, jó. Ja, itt jó lenne egyébként, hogy lenne valami... Valami statisztika utólag visszanézhető, de nincs. Oké. Okay. Az állattenyésztésben nem változott, ugye a tik az még mindig ide. Na tudod, nem változik, hogy a következő állatig hátra van mennyi idő. Hiába van, raktam elé egy kakast, semmi. Nem változik. Érted? Akkor kéne változnia. Ja, megnézzük a P betűnél. Lerakható dolgok, elérhető dolgok, és akkor sílók. És raktam be modokat elvileg. Talán. Hol vannak a modok? Baz, esküszöm. Ez lehet, hogy az egyébbe berakjam. Az a baj. Jó, nem oda rakja, ahol volt, nagyon szó. Na, itt van el. Csíló. Ez mi ez? Mi az, hogy... Nem ír... Egy vörös dolgot nem ír róla, hallod? Ez akkor mi? Ezt raktam be, hallod, nem ír róla semmit. Hogy hány, mekkora, micsoda... Nézd meg. Most akkor ez... Ez egyáltalán, ezt csak kivenni tudsz. Hol tudod belementeni, mert azt nem mutatja. Érdekes. 3009-be kerül, jó, nem nagy pénz, tehát hogyha semmit nem ér, valami dekoráció lesz. Nézzét akartam megmutatni, ez az MTZ, hogy áll. Ilyen féloldalvást, így be van süppedve kicsit a földbe. Te tényleg esőszakban, bazzik, komolyan ebben a játékban esőszakot érzek. Nem bele süperben van, de nem, vagy bele van süperben, picit. Nem fura rá, tök jól néz ki. Na gyerekek, ürítés. Aztán megyünk egy kört. Eladás, gyerekek, eladás. Ez, hogy be kéne elé vágnom. 5, hát ez nem foglalkozik vele, öcsém. Ez egy ilyen agresszív állat. Állj meg, haver! Ó, gyerekek, na, ebből aztán jön a lóvé, öcsém. Izébe kéne a földszélre mennem, hogy gyorsan haladjak, mondj. Tök jó. Jó, oké gyerekek, akkor a következő földet mindenképp úgy vesszük meg, hogyha már...
Miért megy ilyen oldalvast az MTZ? Dől bal oldalra, nem? Vagy én látom így. Azt észrevettétek, hogy a ruszki traktorok mindig jobb kormányosok? Mármint úgy értem jobb kormányosok, hogy inkább jobbra van elhelyezve a fülkébe. Leginkább ugye a T150K-ba jobban látni, ott teljesen ugye a nagyobb a fülke. Itt azért nem látszik annyira, mert igazából egy kicsi a fülke. Viszont a nagyobbakba, egy kirovecbe itt meg szó szerint jobb oldalt ülsz. És azt olvastam, hogy ez a megmunkálás miatt van, ugye, ahogy dolgozol, jobb, hogyha jobb oldalt van elhelyezve a sofőr, jobban rálát a dolgokra, az eszközökre. Úgy tudom, remélem, hogy jól. Kíváncsi vagyok esetleg, ha valaki tudja pontosabban, az írja meg nyugodtan. De meg olyan, mint a mákor mindig. Ugye elmondom nektek, addig, amíg nem farmingoztam itt a játékba, addig nem is nagyon tudatosult bennem, hogy a repce az fekete. Mármint ugye, itt látod így a földeken, és akkor ugye szép sárga virág utána, ilyen, hogy elfonnyad, és nem tudatosult bennem, hogy az fekete. De ugye a repce, utána később megnéztem a repcébe, ilyen a termésébe, ilyen pici magok vannak rengeteg, és az tényleg ilyen fekete színű. Mint itt. Oké, gyerekek, hát ez megint egy jó, ez 21 ezred vagy mennyit fog érni. Nagyon boldogok vagyunk tőle. Ez ma 68, vagy 58 ezerre föl, 59 ezerre föl fog minket lökni. Hát ez figyelj, következő vetésforgóként mindenképpen meg lesz a pénzünk, de addig bőven meg lesz, mert én kitaláltam már valamit. És anélkül, hogy eladnánk bármilyen szajrénkat is. Hát ez nem kevés. Kicsit gyorsabban is ürítette az a pót. 59 ezerre, ahogy mondtam, 21.500. Tök jó! 59 ezerünk van, gyerekek, konkrétan majdnem már. Hát nem minden gépet, de a retro gépek nagy részéből tudnék csemegészgetni, de azzal nem lennénk előbbre. Mindenképp a következő föld. Utána megjöhetnek a nagy gépek. Rábasteger. Mindenképp püzét fogunk szerintem. Permetező helikopter, Rábasteger. Nagy kombány, valami klassz dominátor vagy valami. Esetleg az a... Júj, de júj. El is süllyedt. Hát próbáljuk meg. Na bazze, itt majdnem belegázoltam, öcsém. Hallod, ez kemény volt, nem? Túl korán jöttem, a izé után kell, a híd után. Basszus. És tök durva meg van csinálva, érted? Ott a vízparton is elkezd süllyedni a gép. Ja, hát itt kellett volna átmennem. A hülye gyerek. És jót rögtetek volna, itt besüljedek, mi? Vagy be elvesztem a gépem. Na egyébként lehet, hogy annyit fogok csinálni, hogy autentikus legyen a dolog, hogy rakunk be vonórudat, hogyha úgy van, vagy pedig daru, meg ilyesmi, és mindenképp a gépeket, azokat nem lehet visszaugratni. Oké, okay, eddig egyébként egyszer nem csináltam, eszembe nem volt, de hogyha véletlenül hogy elakadunk, vagy felborulunk, vagy bármi, akkor sem nincs visszaugratás. Jó, ezt is fektessük le szabályként. Oda néha napra forgó. Mekkora föld, te Isten! Ajde kellene! De a mellettünk lévőt tudjuk megvenni, mert ezek hatalmasak ezekként. Egyébként ezek a földek, de hát ugye a kettő föld, ami mellettünk van, a 150 ezeret fog érni, hogy össze lesz számba, minimum. Olyan, mint egy 150 ezeres föld. Azért már 150 ezeres föld birtoklás, az már nem lesz rossz. Ha nézzük, hogy van a kombány. Fölül kecmereg valahol. Szerintem bőven be fog férni az anyag belé, úgyhogy ezt itt is hagyjuk. Igen, úgy gondolod, hogy végeztél? Nem úgy tűnik, de átveszem gyorsan. Ja, ez itt maradt bazze, hát ez nem is folytatta tovább. De jó, rendes vagy ember. Hát azért ezt megcsináltad volna. Mindegy, a Keeper Papa megcsinálja helyetted. 50-60 ezer, még 2000, hát szerintem egy 3000 mi lesz, ami ugye olyan 10 ezer, tehát akkor bazen 70 ezerre fölmegyünk, gyerekek.
50.000 repcéből 50.000-et szedtünk le körülbelül. Úgyhogy az nem rossz. A búzát meg kell próbálni, vagy az árpát, és a szalmát is eladni. És akkor tényleg érdemes így kipugatolni, milyen jó ötlet nem egyébként, hogy melyik a legjobb termény, amit tudunk előállítani, és melyikből lehet a legtöbb pénzt. És meg fogjuk próbálni a babot is, mert mindenki egyébként a babra esküszik, de esküszöm, tuti vagy, biztos vagyok benne, hogy nem a baba legjobb. Pedig én is mindig babbal foglalkoztam. De valahogy érzem, hogy nem a bab lesz a jó nyerő. Lehet, hogy valóban az árpa vagy a kukorica, mert ott a szalmát is eladott. Meg le van tiporva, le van nyomva, lol. Jó. Ott még van egy sornyi, azt leszedjük, figyeljetek, kb. Is találjuk, olyan 3000 mi lesz. 3000 ér meg ugye mennyit kapunk? 2100? Ja, nem jó számoltam, milyen vagyok. Jó, 2100 ott kapunk. Szóval 3, akkor az 6300. 6300. Vagy jó, 65000-re felmegyünk, majdnem meg is tudnánk venni ezt a földet, nem recegünk. Nem fogunk eladni gépeket, meg ilyen hülyeségeket nem csinálunk mind eddig, emiatt. Hanem kivárunk. És amikor aratás készül a mellettünk lévő föld, nem szabad, nem baj, nem baj, nincs megtrágyázva, le van szorva, meg ilyesmi. Akkor fogjuk megvenni. Addig még pénzt keresünk, van egy csomó ötletem, hogy lehetne még pénzt keresni. Meg igen, írjátok is egyébként, hogy miből lehet. Egyébként megmondom, hogy mi az ötlet. Hogy tudjátok, hogy mégis miről beszélek, mert mindig ilyen... Mindig itt ilyen rébuszokban beszélek. Az a lényeg, hogy van nekünk ugye 5 darab fánk, ami ki van dödve valahol ott a felső részen. Na azokat például összetudnám szedni, ugye most ben van már a lumberjack mód, ahol tudom, összetudom fűrészelni a fámat máshol is. Emelni pótkocsival felszavarni kézzel, ugye fenyőfa elég könnyű is. És azt is el tudnám adni, az is szerintem abból is kijönne egy olyan 8-10 000. Addig, amíg ugye például megmunkálják a földet a srácok itthon. És abból bőven meg lenne a bérköltségünk. És utána ugye vetésforgó után már mehetne is ez a föld megvétele. És ez a föld szerintem, megmondom Frankot, hogy ne jobb, mint a miénk. Nem, ez ugyanakkor, ez lehet, hogy egy Niker testvére. Lehet, hogy ugyanakkor. Figyeljetek, beviszem a gépet. Figyelj, nyertünk egy földet, az is tök jó. Az is, annak is örülök. Bevisszük a gépeket. És madártávlati nézet. Ja, tudom, hogy egyébként a fű, ez még mindig ott van. Ilyenkor nem tűnik el semmiképp, ugye? Na már, tehát össze kéne szedni, azt már mehetne megint a kaszálás, te édes Isten. Ezt nem mondod, nem jön ki a... Ilyen vagyom, Scoot, nem jön ki a gépből. Gondolom, nem a legjobb helyek van. Jó. Oké, ezt el kell vinni. Igazából minden jó helyen van, mert igazából ezek használatban lesznek. Most meg érdekes, kilépett már belőle. Szuper. Gyerekek, ezt nem tudom júzolni, hogy mi ebben van. Mert nincs vész, figyelj. Az igen. Nincs... Szerintem nem tudok üríteni bele, hogy nem. Vörörben mit lehet? Azzal lehet lehúzni, mi? Ó, gyerekek. Jó, gyerekek, akkor igazából egy volt, kicsit esőre áll az idő. Kultiválunk, csináljuk szépen, ügyesen. Közben lehet, hogy elmegyünk fire, összeszedjük a füvet. Kellene vennünk egy izét. Egy hamstert, és valószínűleg nagy hamstert megveszem még. Ez a hamster marad füvezni, meg kis helyekre, viszont a nagy hamster... A nagy hamstert viszont megveszem izére. Azt a nagy hamsterre úgysem nagyon tudtam volna forogni eddig, itt. Vaj, hol van? Hogy mindig az nincs meg, amit keresek egyébként. Rakódókocsik. Ez a nagy ruszki dög. Ez valami extrém nagy, 16000 ér. Mennyi? 92000 literes. Jelted. Ez szerintem így élnénk. És ez azt hiszem tudja a szalmát. Ez jó lenne. 110 lóerős traktor vinni, hát ennek lehet, hogy tényleg kellene az 1050k,
A kirocital lehet ez megrodgyanna, de valószínűleg ez lesz. Meg ugye közben faadás, akkor a következő vetésforgóban mindenképp a szalmát is eladjuk. Következő vetésforgóban megpróbáljuk az árpát, jó gyerekek? Akkor ebből is, mennyi jött le ebből körülbelül? Ebből 45 ezer liter körül, vagy 45 ezer euró lejött körülbelül erről a földről. Jobb, mint a kukorica, mert a kukorica nem volt kétszer trágyázva, szerintem az kb. Ugyanannyi. Megpróbáljuk a búzát, vagy az árpát, úgy, hogy eladjuk a szalmát, és megnézzük, az mennyit fog nekünk hozni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csőtésztát!